1872. december 22-én született egy törvény a 36. számú Budapest főváros alakításáról és rendezéséről szóló törvény. Buda és Pest szabad királyi városok, valamint óbuda mezőváros és a margit sziget, ez utóbbiak Pest vármegyéből kikebeleztetvén, Budapest főváros név alatt egy törvényhatósággá egyesítettnek. Ebben a mozgalmas évben rendezték Pesten az első iparos és közgazdászgyűlést. Ez évben kezdődött meg a Margit híd felépítése. 1873. november 17-én a választott tisztségviselőkből megalakul a főváros tanácsa, átveszi az ügyeket a megelőző hatóságtól. Ez a főváros egyesítésének hivatalos dátuma. Budapest a nemzet főváros. A Budapestnek nincs Debrecenye, Szegedje, de nekik van Budapestjük. Így érdekük, nekik is érdekük, hogy a főváros egységes, erős képet mutathasson. Közös érdekünk, hogy itt rendezni tudjuk a sorokat. Budapest nélkül nem létezhet a felemelkedés, nincs együttműködés, lehetetlen olyan politikai sikert elérni, ami szükséges feltétele a polgári értékrend érvényesítésének és stabilizálásának. Márpedig Magyarország miniszterelnökével egyetértésben ezt tűztük ki célul. Budapestnek minden magyar a nemzet fővárosává kell válnia, ahol életkorra, nemre, vallási és politikai identitásra nézve egyhangulag mindannyian biztonságban, felszabadult érzésekkel és jól megférünk egymás mellett. Számomra az a működőképes demokrácia és az az értelmes szabadság, amikor biztonság van. Biztonság a város működésében, biztonság a pénzügyi helyzetben, de az intézményekben és kint az utcán, az utcákon, a köztereken egyaránt. A biztonság elemi feltétele pedig a rend. Az a fajta rend, ahol minden a helyén van. Lehet használni a várost, lehet közlekedni és megállni. Szabad értelmes vitákat folytatni, és érdemes igazat mondani. Legfontosabb feladatunk ma ennek a biztonságnak és rendnek a helyreállítása. Ehhez három fontos feltételnek teljesülnie kell. Természetes, ehhez is szükség van pénzre, pénzügyi forrásokra. Szükség van életszerű, racionális, arányos és őszinte gondolkodásra és kommunikációra. Továbbá szükség van példaképekre.